Na, szevasztok, körbejárjuk egy kicsit a D-pavilont. Ez ugye itt elsősorban a veterános része a kiállításnak, úgyhogy egy gyors tárlatvezetésen fogtok most részt venni. Keveset fogok szövegelni arról, hogy mi merre, hogy és miért, mert hogy interjúztatni majd elsősorban holnap fogunk tudni, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van erre felé. Békaszemű Opel GT, imádom. Egy Furby replika. Egy rossz, és ráadásul eladó is. Ha valakit érdekel, akkor ott van a telefonszám. Itt egy kisebb alfa szekció. Fiat, talán nem akarok hülyeséget mondani, 124-es lehet. Reménytetős Spider, de javítsatok ki majd kommentben. Ebben annyira nem vagyok büfé. Igen, dobfékes, és csak az első keretnél van, úgyhogy szívtunk múltkor vizsgáztatni akartuk, aztán Csongrád, nem féket, Csongrád megyében nem engedik át, mert lassú. Innentől ugye szép olyan esetben. A CV2 kacsa. Egy nagyon szépen felújított Santia. Még egy. Egy DS. Másik oldalon. Az amerikai blokk. Egy Cadillac. Mellette egy Lincoln. Még egy Lincoln. Jó, azért akkor lehet. 40-ben 30. Egy gaz. Pontosabban igazából az, amit Kobedaként ismertek sokszor, ugye az M20-as. Merci. Gyönyörű szép Skoda, 1500R. Ha valaki még ismeri az IFA márkát, már pedig gondolom, hogy elég sokan ismeritek. Ezt talán kevesebben tudjátok, hogy bizony ők személyautókkal is foglalkoztak. Volkswagen, Carmania. Karosszériával. Ez gyakorlatilag ugye a bogár alapjaira készült, tehát épült műszakilag, és az lett újra karosszálva. Ezen az oldalon, illetve arra felé, szintén Mercik. És ott
látok egy egészen különleges valamit, azt majd ugye megnézzük az előbb. Elképesztően szép Maserati. Volvo. És hegyként kiálló antennával. Egy kis szakirodalom, ha valaki éppen arra kívánna rá. Ha valaki nem tudná, ez bizony egy Chrysler. Ugye veterán gépek, ugye ne szó. Talán a szocialista autóipar egyik legszebb terméke volt ez a maga korában. És hát abból sikerült megcsinálni azt a dobozkockát, amiből aztán később szerintem 100 000-es nagyságrendben futott itthon. Warburgnak egyébként elég érdekes története van sok szempontból. Nagyon hányatott módon jutott el maga a névvalájuk, hogy Warburg legyen, de erről majd később egy kicsit több infót összegyűjtök, és akkor elmesélem nektek. Egy kis hazai. Jól mondják. Ezekből is sajnos nagyon kevés maradt meg. Na még egyszer egy Gile Rabi 300. Na ez viszont engem is érdekel, hogy ez mi. Bianchi. Haha. 1953-ból. Szóval robbanó motoros. Hát igen, jó, ezt most engedjük el. Hivatalosan belső égésű motornak szokás mondani. És egy Bentley. Megyünk tovább. Ott az előbb már arra felé mutattam, hogy ott vannak a mercik. Ez pedig itt egy Opel sornak néz ki. És bizony, egy Opel rekord. Ez egészen konkrétan 1956-ból, rendszámával ellentétben. Ez pedig egy Olimpia. Nem is nagyon tudok róla, hogy az országban nagy mennyiségben lenne felelhető. Egy van még, egyébként egy elhagyatott házunk korában, borzasztó aromos állapotban. Ha valaki szeretné megmenteni, akkor javaslom, hogy Urbex Gyula csatornáján keresgélj a videót róla. Ugyanis ő fedezte föl. Még egy rekord. És egy rekord karaván, ugye ez volt a kombi változata. Méghozzá egy háromajtós kombi, ami egyébként akkoriban nagyon divatos volt.
karosszéria testhez hozzá csavarozták a kerék fölött is. És hát bizony, bizony, az orr rész az isten is lehet, de ez nem az, amire gondoltok, ez is bizony egy a rekord. És akkor jöttek a pontok karosszériát, ahol a karosszéria test éppen előadást tartanak róla. A kerék fölött. Ezek a csomagtól is. Látom, itt valami kis zenekari produkció készül. Ide majd még visszatérünk. Viszont a pontok karosszériánál jött létre a három osztatú karosszéria, motortér. Jó néhány BMW, mind-mind kabrió, ott hátul egy mini. És ha jól látom, az ott egy Fiat Honda. 924-es, most sem. Hű, ez a kabrió, ez mi? Igen, megnézzük. Igen, és ezzel bizony versenyeznek. Még egy mini, ott arra is, oda. Egy 500-as Fiat eladó, csak szólok. És itt pedig épül valami. Na, ezt mondjátok meg, hogy ebből mi fog készülni. De majd ide is el fogunk látogatni, és meg fogjuk kérdezni a strandon lévő emberkéket. Egy bogár. Akkor... Harley Davidson stand. És volt egy reneszánsz. És hát még bizony maradt arra hátrébb is. Ugye a magyar járműgyártás. Talán így kicsit jobb a hang, hogyha leveszem a mikrofont. Itt bizony az Icarus sorozatok jönnek majd. Köztük ugye a különlegesség, a MÁV autós emeletes. Ez tavaly is kint volt, ezt igazából minden évben ki szokták hozni. És hogy miért van megdőlve? Nem azért, mert egyébként Ferdén áll, hanem ennek ez volt a különlegessége. Gyakorlatilag azt lehetett vele demózni, hogy ilyen tőrészekben is tökéletesen stabil tudott maradni. Mert hogy attól függetlenül, hogy bár magas az építése, a magas súlypontja viszont alacsonyan van. Egy 352-es csepel. Arrafelé ott még hátul van egy 200-as. Ez pedig ugye egy 66-os. Ez is kint volt tavaly. Hát nagyszüleim bizony még utaztak ilyenekkel, de még az is lehet, hogy szerintem még az én szüleim is, mert hogy annyira fiatal már én sem vagyok. Ifa Framo eladó, mellette pedig egy Cabrio Golf. Thank you.
van egy rész, amit még nem mutattam meg. Mégpedig itt az amerikai pick-upos történet. Egy Ford F-100-as. Mellette egy C10-es Chevy. Szép relik állapotban. És szintén még egy C10-es Chevy. Szintén eladó egyébként, ha valakit érdekel. Szolid 10,5 millió forint. És ezek pedig itt már ugye a igazi 50-es, 60-as évekbeli cruiserek. Ezt most fejből meg nem mondom, hogy ez mi. De ami mellette van, az egészen biztos, hogy egy Chevy. Méghozzá egy Bel Air. Egy egykori Plymouth. Ezt ki is lehet bérelni egyébként rendezvényekre, és egy kicsit az újabb kor szelleme. Amit igazából éppen a festése, illetve fényezése tesz különlegessé. Hát ez pedig ugye egy Chevrolet szintén. Aztán itt vannak a bringák. És ismét egy sor Harley Davidson. Aztán visszalátogottuk egy picit a mi standunkhoz is. Az még viszonylag kevés videóban mondtam el, hogy tulajdonképpen mit is keresünk mi itt. Ugye az történt, hogy a néhány évvel ezelőtt az Óbudai Egyetem indított egy veterán gépjármű restaurátor képzést, és ez a stand, ez lényegében ezt hivatott most egy kicsit népszerűsíteni. De ezt a standot nem most fogjuk körbenyálazni, hanem majd akkor, amikor teljes lesz a stáb, és akkor megcsináljuk a saját kis standunknak is a tárlatvezetését. De itt is van egy pár érdekesség. Úgyhogy érdemes kijönni, gyertek. Itt vagyunk mind a három napon keresztül. Lehet majd beszélgetni velünk, illetve a stand összes tagjával. Várunk benneteket sok szeretettel. No, egyelőre ennyi most, aztán majd hamarosan bemutatom nektek a többi standot is. Nem biztos, hogy ma körbe fogjuk tudni járni az egészet, sőt, szinte biztos, hogy nem, mert hogy elég sok média esemény van, amin szeretnék ott lenni, és szeretném őket megnézni. Illetve hát nálunk is még az van, hogy egy picit zajlik a standnak tulajdonképpen, ha nem is az építése, de a szépítgetése még igen. Úgyhogy amint mi is elkészülünk az ügyes-bajos dolgainkkal, akkor ismét jelentkezek. Addig is kitartás, és ne felejtsetek el feliratkozni. Lájkoljátok a videót, ha tetszett, mi pedig hamarosan jövünk.